Ugye, mint ezt mindenki tudja, Fadil nevezetű célszemélyünk a Blue Pearl kikötőbe partra szállt, illetve attól onnantól kezdve elvesztettük a pontos információt róla, hogy merre fele haladtak tovább. Azt tudjuk, hogy egy nagy halászhajóval érkeztek, illetve többen is erős motorcugást hallottak azon a környéken. A gyorsreagálású hadtest, aki előttünk kialakította ezt a fobot, végzett egy felderítést, aminek az eredménye azt mutatja, hogy fönt északkeleten, illetve bocsánat, északnyugaton Nasua falunál található a célszemély. Valamint halász nevezetű informátorunkat elküldtük, hogy végezzen egy felderítést, hogy merre lehet a ellenséges egység. Viszont vele elvesztettük a kapcsolatot azután, hogy küldött nekünk egy jelentést, hogy a kihalt kráter, illetve a kifüstölt kráter és a repülőtér között erős motorzúgást hallotta. A felderítésnek köszönhetően megtaláltuk halásznak a pozícióját, őt fönt a Coms Alpha nevezetű részen tartják fogva. Viszonylag kis létszámú ellenséges egység őrzi, viszont történetet nehezíti, hogy fönt található egy légvédelmi zsú egység, úgyhogy meg kell próbálnunk Alfát úgy kiszabadítani, hogy lehetőleg csöndbe, hogy a zsú ne vegye ezt észre. A Coms Alpha körül egy járőrözik, ami 4 főből áll, annak a járőr útvonal az be is van rajzolva a térképen, hogyha látjátok. Ugye ettől északkeletre található a kis falu, amit meg kell támadnunk. Itt viszonylag kis létszámú gyalogságról tudunk, viszont mivel az épületekben nem látott be a felderítés, ezért nem tudjuk pontosan, hogy az épületekben mi található. Illetve a falut őrzi még 2 darab 50-es fegyverzettel ellátott Land Rover, illetve odébb egy kicsit kelet irányba egy M113-as lánctalpas páncélozott jármű. Úgy fog kinézni, hogy elindulunk innen járművel a fobról, elmegyünk Imone faluig, illetve településig, ott hagyjuk a járműveket, és onnantól kezdve gyalog pedig fölmegyünk és kiszabadítjuk halászt. Onnan pedig szépen átsétálunk a célponthoz, és lehetőség szerint megpróbáljuk elfogni, amennyiben erre nincs lehetőségünk, akkor pedig likvidáljuk. Utána pedig visszatérünk ide a bázisra. Kérdés esetleg valakinek? Ha senkinek... Civilekről tudunk valamit? A bevetési területen civileket nem láttunk, viszont nem elképzelhetetlen, hogy vannak. Lehetőség szerint próbáljuk meg a civileket, illetve az értékeiket megóvni. És próbáljunk meg minél kevesebb harcérintkezésbe keverni. Tehát ez a bemegyünk, kihozzuk a célszemélyt, illetve a túszt, és eltűnünk onnan, lehetőleg minél kevesebb feltűnéssel. Jó, ha nincs kérdés, akkor... Elektrosokkolós téma van valakinél? Célszemélyt elkapni? Senki? Pirosnál szerintem nincsen, de mi nem leszünk ott. Na, én tudok elrakni egyet. Ugye ajtórobbantóra? Ajtórobbantóra nem lesz szükség, mert ez egy ilyen kis törzsi falu. Értem. Még nem is érik az ajtót, hagyjad be. Raktál lakod? Robbantsunk egyet neki. Az itt én. Csak hogy meglepődjünk. Igen. 3 töltet elég lesz? Az biztos, hogy annál többet tudnál lőni, akkor csodát hozni. Jó, uraim, akkor hogyha nincs több kérdés, akkor járműre Rommel vezet. Jó.
Melyik a miénk? Úgymond... Ez? Így van. Oké. Okay. Szerintem lehet, hogy be is férünk egybe. Jó. Nem tudom, hogy hányan félnek benne. Hagyj. Hatra, Uber, Omer, mellé, előre. Oké. Okay. Többiek pedig hátra. Ez a román kocsi, ne ide üljé. Másik oldalon van a kormány. Bocs. Ja. Hát, atrabb azért. Én is azt hittem. Én is úgy mentem, mintha hazamentem volna be. Lehet be. Kékben. És idők szájába fosgul az meg. Bent van mindenki? Nem, én mindenki. Nem. Pedig be lehet, mert itt még mellettem a fizetőhely az üres. Igen, csak hátra adja, csak a helyet. Mindegy, csináljad. Na. Mi fos ez? Lehet, jó, Roman, indulhatunk. Értük a stopp egyet, takarunk valamit, főnök? Megyünk tovább. Oké. Itt. Jó, uraim, ha meg vagyunk, akkor indulhatunk. Kék megy elő, utána piros. Vettem. Akkor egyelőre út mentén poroszkálás. Indultam. 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 Álljunk meg egy pillanatra. Látnád, hogy tudjuk gyorsan. Vettem, kék kihúzódik az úthoz. Megyek.
megálltam. Megálltam. Oké, kint van a kereszteződésnél, nyomulhattok. Tiszta. Itt vagyok. Piros mehetsz. Indulunk. Uraim, sárga tűz parancson érvényben lehetőség szerint próbáljuk megkerülni a kontaktot. Oké, kapta. Piros kapta. Zárja adta. Vita. Próbáljuk meg az alfát úgy megközelíteni, hogy a járőrnek az útvonalat, tehát körülbelül egy olyan 100 méterre álljunk meg, hogy dátára meg tudjam nézni, hogy mi a helyzet fönt. Vettem. Értünk ide a gerincre, megállunk. Adtam. Napozz gyere előre, többiek maradhatnak, mehet a dátrevezés. Adtam, indítom. Adtam. Jelenleg 500 méterre vagyunk a halász pozíciójától. Fog elő egy tárcsövet. Oké. Okay. Olyan, gyerekek! Hogy ez ott kiszúrták? Ez gyors
a Silka drónt, úgyhogy azt elvesztettük. Vettem, látom. Bármit sikerült megnézni vége? Igen, bár a járőrt nem találtam meg, úgyhogy nem tudom pontosan hol vannak. Szerintem egyébként a távolabbi pontján vannak per pillanat a vulkánnak. Úgyhogy azt mondom, hogy próbáljunk meg közelebb kerülni és valamiféle felderítést végezni, hogy merre lehetnek. Vettem, indulunk. Vizuális. Menjünk fölfelé, szerintem ne várjunk, ki tudja hol vannak. Oké. Okay. Kék fölért ide az úthoz, egyelőre tiszta, kelünk át. Kék megáll, bevárja a pirost, piros jöjjön a kék jobb oldalára, vonal. Megálltam. Jövünk. Megálltam. Kék indul, lézer föl. Indultunk. Nézzetek már szét ott a rádiótoronynak a kelet-észak-keleti részén piros, hogy mi a helyzet. Megyünk. Rakjatok már fel ilyen sztróbot. Tárcsatolása, infravörös jeladó. Igen. Gyertek vissza, légy szíves, egy pillanat, egy kis info. Kék maradhat? Mutatom, hogy hol van, ahogy ott hívják. Az ellenség, legalábbis az utolsó info szerint. Innen, hogyha mutogatok térképen, látja mindenki? Csináld. Nem. Nem. Mondd, hogy hol van. Jó, akkor ahol a halásznak a jelölése van, attól jobbra, kicsit előrefele van az egyik emberke. Illetve itt halász mellett van ez a fekete valami csík. Sötét színű csík. Konténer. Jelöltem? Igen, ott az egyik, a másik pedig valahol ott, ahol én jelöltem. Legalábbis a felderítés szerint ott volt. Negatív, nem látom, hogy hol jelölted. Ja, látom, feketével. Oké, okay, inkább pirossal. Vettem. Vettem, piros akkor megy célirányosan a légelhárító felé. Vettem. Indulok. Miért, tehát, hogy kék megy a légelhárító felé? Ezt akartam mondani, csak mindig piros vagyok, tudod, aztán hülye vagyok. Rendben. Balbetörés. Látom, hogy piros visszaészek. Benézek, mehetszát. Megyek mögöttem. Mehetszát. Megyek én is át. Gyere inkább lejjebb ide az aromra. Túl alacsony a fal. Rádióban. Lehet, hogy itt befordulok, akkor rögtön rá is látsz az aira. De nem most akarsz.
mert ezek a csávók itt vannak négyen. Nem akarok akciózni, csak hogy lehet, hogy itt volt bent. Túl nagy a rukkod. Tárat azért rakjon be mindenki. Mond. Lemaradtak. Nem baj, csak mi jövünk. Vártam a konténer mögötti kontaktot itt el előttem. Oké, megérkeztünk a helyünkre. Keressük a légelhárítót. Vettem óvatosan, mert most jönnek észak-keletről a dőrjárat lefeladomban. Tiszta. Át kellene menni, papasz, oda. Vettem. Óvatosan, megyek én is. Megvan a kontaktom itt van, hogyha kilépek egyet, akkor már nem tudom várni. Ott van. Új, gyere vissza. Vettem, várjuk meg, ameddig elmegy az őrjárat. Megvan az a tetű. Menjünk ki, tovább kell mennünk. Ne fussál. Haladunk tovább nyugatra, kerülni kell. Próbáljátok meg a kerítésen belül maradni, vége. Negatív, nem tudunk. Fél szemmel figyeljétek az őrjáratot. Hol vannak azok a szarosok? Még odébb, de azért majd lassan nyakatok, hol lesznek, úgyhogy mehettek nyugodtan. Mögülünk jönnek? Vége. Hát elméletileg ilyen délkeletről fognak megközelíteni minket. Vettem. Kinézek rájuk, én vagyok itt a hátsó kitörésnél. Maradjál belül, ha látod őket, akkor ezt majd jelensd. Hát nem látom még a domboldalt se innen. Falbetörés. Az utat, amin följöttünk, azt látod? Ami mellett, amin följöttünk? Itt jó lesz. Be tudunk menni. Én a kerítéstől egy-két méter és utána látnék lefele. Nagyon magasan vagyunk, meg túl bent van a kerítés. Kék bent van a célterületem. Közben kiderült, hogy itt a mellettük piros és zöld mellett lévő épületben is van egy őr. Megvan a légelhárító. Gyerünk épületen keresztül inkább. Nyithatom? Nyithatod. Nyitom. Folyosó. Jobbra lépcső, semmit nem látok. Mehetsz befelé. Kereszt folyosó. Jó. Oké, jövök a jobbra. Ajtó van szembe, az be van zárva. Nálam is. Sok ajtó. Kopasz kéknek, pont most tiszta, van alattuk az őrjárat az úton, vége. Úgy be van zárva mindegyik. Nem zártuk be az ajtót. Hát nem hiszem, hogy kell. Talán ez kijárat, nem biztos.
Lehet, hogy ez kijáró. Most ismételt? Most van alattunk a zörjárat, úgyhogy figyeljetek. Vettem, oda. Épületbe vagyunk már ide bent, a bázison vége. Vettem. Nyithatom? Nyithatom. Nyitom. Az őrjárat nagy körbe megy, nem az úton, hanem levent. Tiszta. Egészen. Dél fele. Megyek be. Tiszta. Jók leszünk. Ajtó. Az az őr, akit merészék fognak szedni, piros fog szedni, az merre fele néz? Azt látod onnan az ajtóból? Pozitív éjszak irányba. Jövő, tiszta. Oké, okay, forduljál rögtön balra. Tiszta, rálátok, vigyázz. Oké. Okay. Jövök ide a kontinens sarkához. Lapulj meg, fedez hátra, hogy oda megyek hozzá. Azért járok már délnyugatomban. Most vesztettem el őket egy ilyen 400 métertől távolabb most már. Megpróbálok kijutni. Kék, szerintem ha hozzáfértek a légvédelméhez, akkor lassan kezdjétek el megközelíteni. Folyamatban. Rajta a két töltet. Jövök hátrafelé. Vettem, álljatok készültségbe, hogyha esetleg begajdulna. Vettem. Húzódjunk valahova hátra. Jó, szerintem adtunk elég időt az őrjáratnak, hogy eltávolodjon, úgyhogy piros célon vagy? Várjatok, még kék nincs kész. Vettem, bocsánat, akkor majd jelezd. Papasz, húzódjunk vissza ide a házsarokhoz. Vettem. Sőt, be az épületbe. Mehetsz befelé. Lent vagyok. Oké. Okay. Kék kész. Folyosó tiszta. Vettem. Jó. Piros, nézem azt a szart. Készítsélek csövet a biztonság kedvére, hogyha begajdulna a sírka, jó? Vettem. Jó, piros, akkor tiédnek lesz az épület előtt okay, álló, okay. Ami éjszak fele néz. Zöld tiéd lesz a benti, meg akkor szedem ezt, ami itt van kívül. Piros vettem. Zöld vettem. Szóljatok, ha készen vagytok. Piros kész. Zöld kész. Akkor számolok. 3, 2, 1, tűz. Kéknél minden oké. Megvan. Zöldnek. Sárga kész. Zöld tisztítja az épületet. Vettem. Kék jelenti, elindult a silka. Fedezzék be. Parancsra várok. Nyugati irányba. De tőlük elfelé. Pozitív. Gyere, menjünk el erre. Egyelőre ne durrancsuk el, ha nem muszáj, ne
hogy hívjuk fel magunkra a figyelmet. Vettem, próbáljuk megnézni, hogy hol ment. Óvatosan. Itt van az épületünk mellett vége. Vettem. Zöld, milyen helyzet bent? Falsó szín tiszta. Vettem. Piros, el tudod oldozni a túszt? Szerintem igen. Mire jött a tetű? Fogom a folyosó. Épület tiszta. Kontakt. Megvan. Silk a bázis nyugati végén. Vettem. Túlsz elengedve. Megy el. Innentől kezdve magára van utalva, megy haza, merre akar. Gyülekező itt a hangár. Kék vette. Piros vett. Illetve helyesbítek a hangár, illetve az épület mögött. Kék is érkezik. Nyugtam. Jövünk. Fú! Jövök. Jó. Meg vagyunk. Lassan indulhatunk, ahogy hívják fel a főszélpont felé. Ja. Tele lett a gatya, amikor megindult a sírka? Nem, az nem volt annyira gáz. Még rápakoltam. Nagyon izgalmas. Ott lesznek volt, ja. Oké. Okay. Jó, uraim, kaptunk információt a parancsnokságtól. SEAL Team rajtaütött egy hajón, ahonnan az iszlamisták számoznak. 50-60 főről van információnk, jármű nélkül. Egy nagy értékű szállítmány is volt náluk, feltehetőleg gyémánt, amit egy RPG-s ember hordoz, aki általában Fabir közelében található. Úgyhogy ha a környéken, ahol a célszemély található, láttuk egy ilyen embert, át kell nézni, mert lehet, hogy nagy fogás van nála. Vége. Kék vette, RPG. Piros vette. Fapasz, ha találsz ilyet, és véletlenül van nála gyémánt, nincs nála, érted? Elteszed, az kész. Nem is értem rá, hogy miért beszélünk. Milyen RPG? Még az RPG-t is eltudom. Azt is, ennyi. Kék mehet. Ennyi. Indultunk. Indultam. Fegyverlézereket vegyétek le, fölösleges úr, szerintem. Indultam. Us.
Ék megérkezett, fejlődjetek fel. Félek, hogy gyere előre, kukucsorom. Na, 067. 283 táv, ott van egy Ural. Igen. 61-nél ott a két izé, Land Rover. Igen, ez mind a kettő jelölve van. De, elvileg. A két Land Rover az tök is. Addig jó. Na jó, hát ezt mondom, érted. Egyelőre ennyi. Igen, meg kéne keresni ezt a jó képességet előttünk. Megyünk érte. Kék indul. Aztán később fogadkozni. Gyere a bal oldalamra. Itt lesz majd valahol egy csávó. 70 méter környéke a pozíció. És még valahol itt lesz egy őr. Vissza lehet kapcsolni a jeladókat. Nem látok mozgást. Jó. Én sem. Srácok, ez a rész, ez nem el lett felejtve elmondva az eligazításom. Ha megnyitjátok a térképet, láttok fönt északnyugaton egy AT állást. Onnan elméletileg arról a részről rá kéne látnotok a két Land Roverre, illetve az M113-as páncélozott járműre. Piros, vegyetek fel egy tüzelőállást ott az AT állás környékén. Mi megpróbáljuk szépen csöndbe becserkészni a várost, illetve a bent lévőket. Nektek onnan kéne majd támogatást adni, és hogyha ha esetleg lebukunk, akkor kezdésnek el kéne küldeni az M113-ast a pokolba egy M136-ossal, illetve az egyik Land Rover-t is szét lehet durrantani egy AT-val, vagy pedig a merészféle forgótáras nagy puskával. Jó, úgyhogy kezdjétek meg a... Gránátetűvel szóval megválni. Bár egyelőre mind a két Land Rover üresnek tűnik, de azért szedjük szét őket, ha esetleg eldurvul a szituáció. Úgyhogy piros indulhatnak az AT állásra. Kék, keresse meg azt az egy faszt. Indulunk. Okay. Hát őszinte leszek, hogy majd keressük meg, de az iktatásával várjuk meg, ameddig jó. Minos helyére ér. Oké, lassan elindultunk. Itt lesz egyébként valahol a szabadba. Hát, olyan értelemben szabadba. Ott van egy, az biztos. Lézer rajta. Az lesz az. Az lesz az. Látom. Hopasz, oda, ahova lézerezek, oda, ahhoz a kőhöz. Húzódjunk már előre. Vettem. Megyünk veletek mi is. Most lelőjelek. Én már elvettem az ujjamat, ahogy hívják tól. Ravasztó. Az a róka. Green, sziklát messzire kerül, de köszi. Van egy másik csávó, rézel rajta, villogtatom.
Igen. Ő a másik, akit jelöltünk. Ő a fő, mi ez, kunyhónak az őrszeme. Aha. Itt van viszont ez a kunyhó, amit jelölök. Emellett van egy ilyen két darabos budi. Aha. Rajta a lézer, ott is van mögött egy ember, viszont ott van valami lámpa. Azt nem látom, az a baj. Gyere ki oldalra. Papasz óvatosan ott. Egy, nehogy beszaruljál a rohadt sziklába, kettő, nehogy meglássanak. Húzod ki egy kicsit jobbra a roma és látod fogod a budit. 62-nél is megy. Zártam a budit. 73-nál is. Előtte van akkor a csávó, nem? A budi bejáratánál. Így észak-keletre mögött, én nem tudom, a budi mögött van. Aha, tehát az igen, az a bejáratot, jó. Helyes bittek rommel, nem? Buditól balra, a budi háta mögött. Nem látom az M113-at, te látod valahol? Keresem. Pozíciómról 85 fokra kéne lennie elvileg, és ott van egy színkülönbség, egy fáka mindenen. Pozitív, látom a sziluettjét. Oké. Okay. Jelölöm lézerrel. Ja, domtok, hogy nem látok rá. Oké. Okay. Persze. Papasz, gyere. Én megyek, te fedez a... ...meg annak az embernek a becserkészését. Annak, aki itt jobb oldalt van valahol. Rajta vagyok. Merre van, mert én nem látom. Van még egy lézerem, rajta villogtatok. Igen, az akit mondtam, hogy a budi mögött van. Jó, oké. Okay. Rommel, leküldöm utánad papaszt, én innen föntről tudom azt az ember fedezni, csak hogyha esetleg ott az épületekben van valaki. Jó tetted. A kurva hinek. A villám az. Megvan mindenki? Szembe kontra. Megvagyunk. Jó, most már toljuk neki. Zöld tűz, parancs, zöld tűz. Hát RPG-s felszerelés van nála csak.
Jó, akkor menjünk le utánuk. Ismételt kélek, merész? Csak standard felszerelés van nála. Vettem. Ki a faszom lő? Ti lőttek? Igen, és itt negatív, piros lő. Piros lő. Egész putriát van nézve mindenhol? Negatív. Figyeljetek emberek, van egy ember, aki nem nagyon mozog itt a harc közben, bár ilyen ellenséges beállása van. Itt van. Kapcsoljátok ki gyorsan a lézereket, és csak én világítom. Ott van bent. Vesszük, menjünk oda, csak átnézzük a várost. Jó, viszont kapcsolj. Jó, zöld, kezdjétek el átnézni a jobb oldali épületsort, minden balról fedezünk titeket. Láttam. Merik, ott van egy RPG és oda bent. De halott szerintem, de RPG-t látok a földön. Menj be nézni. Vagyok. Nincs nála semmi. Látom? Aha. Három házzal lejjebb, rajta van a lézer, ott van egy csávó, oda bent látom. Sárga mozog lefele. Kék másik részével. Nem jött át. Villogtatok egy épületre. Akkor csendben vágyja. Nem láttunk innenre. Jó, oké, okay, ott van bent egy minusz, egy ember tuti. Zöld, a következő épületben van a csávó. A balán? Itt. Merész, bazen, kontor, csak beragadtam. Merre? Most mögött. Ez a gyanús személy. Az előtt lőttem rá, nem tudom, mozogja még. Földön fekszik. Lehetnek többis az épületben. AT4-es van nála. Kinyugasztottátok. Menjük be. Bent vagyok. AK, AT4-es. Nézem a csávót. Jó, a falunak az északnyugó oldala az tiszta. Semmi extra nincsen. Lövés. Mi voltunk? Piros? A páncélos járműt sikerült megtalálni? Nem, csak készült be.
lezárti, ugye? Meg, nálam is van egy. Oké, akkor elméletileg ott van valahol, ahol a lézer ezek. Gondoljátok, mehettek. Jó, megnézzük. Mi a helyzet a falu túloldalán? Tisztítjuk az épületeket. Takarítunk kelet felé. Vettem. Dél felé is. Tizennégyes tiszta, 15-ös zárt, 17-es tiszta. Piros át, hogy az úton. Nálam Zsör, mindenkinek meg van a lézer. Ez majdnem az életetekbe került. 13-as tiszta. Nem találtuk meg a gyémántokat? Green vett fel egy fekete táskát. Igen. Nem vettem fel. De te vetted fel az infót és kiírt egy fekete táskát, csak nem olvastam. Ó. Oh. Látod? Mi mondtad? Délet tiszta. Green, nézd meg, hogy a táskában vannak a gyémántok. Nincs itt semmi. Akkor a falut tisztáztuk? Megnézzük itt az urát. Piros, megnéztétek itt az urát? Nem. Zöld óvatosan, mert a piros még most keresi a páncélozott járművet. Adtam. Passzal egy iPhone X-et, illetve magát a célszemélynek a hulláját. Úgyhogy, hogyha a falu tiszta, illetve piros megtalálja a páncélozott járművet, akkor van még nálunk egy robbanó töltet, ugye? Negatív. A kettőt ráraktad? Persze. Adtam. Jó, piros, ha megvan, akkor lőjétek ki. Nem az kell jön itt egy ilyen erős fegyverzetű jármű. Megvan, viszont van pluszban 4 kontaktunk, úgyhogy ide kéne erősítés, mert szerintem a rektor ránk lőnek. Vettem, küldök oda egy géppuskát. Parancsok, a 8-asban vagyok. Gyere már ide, kérlek szépen. Indulok.
tudjátok jelölni a kontaktot? Van itt valami tetves tablet, vagy valami ilyesmi. Úton vagyok. Hátulról érkezem. Mögötted. Oké. Nézz oda be. Jó, és azt hogy a faszomba szedjen föl? Aha, lehet ezt mondani. Próbáltam be kúszmászolni, de nem engedett. Green? Föntről se tudod mi? Igen. Itt a 8-as épületnél a földön van, de a talajon és nem az épületben egy ilyen tablet-szerű valami. Azt tettétek össze? Vége. Negatív. Ja, ti táskát, oké. Okay. Be, hallom. Beregott ez a fos. Ha. Eltűnt, eltűnt. Oké. Tablet, van. Nagyon vagy a nekünk. Eltűnt. Samsung tablet. Jövök. Gyere, gyere. Jó, uraim, gyülekezzünk fent a 8-as épületnél, indulunk vissza. Megyünk járműhöz vissza? Igen. Zöld érkezik. Húzódjunk vissza, akkor a remeszek csak. Először a busz aztán. Ez érdekes volt az emelékes dolog. Hát jó. A zajit azt engedted a téged. Hová, hová? Nem megyetek arra visszafele a többiekhez. Jöhetsz. Nekem volt egy görgő menüm, hogy nyomjam meg az akármit a izé, ez a Rispo-hoz, az kész. Ja, nekem hát a használat gombot. Jajjá, nekem is az, hogy újraélesztelek, de mondom az... Nem tudtam, hogy most ezt megnyomjam, azért kérdeztem már, hogy... Csak addigra már mindegy volt. Jajjá. Nem baj, legebb egy-két durám lesz. Jó, hát akkor magyarul van egy fekete táskánk, van egy tabletünk, egy iPhone-unk, meg a lefényképezett hullának a képe. Esetleg talált még valaki valami mást? Nincs is fekete táskánk. Nem negatív. Negatív, se vendben. Dehogy vettem fel. Nem történt semmi. Vettem. Annyira van egy mákos sérülésem, de kéne a szanitét. Napos. Próbáld meg. Mennyi vissza, fogjad azt a DLC-t. Jó, viszont Rommel felszállodok ide a célpontnak az épületébe, lefotózom még egyszer, mert nem sikerült jól a fényképp, amit először csináltam. Nyelvök. Innen megyünk tovább. Szemben.
Újra szerezek. Ja igen, srácok, akinek kell, az most rakja újra össze a tárait. Indultam. Az őrjárat még aktuális? Mond? Az őrjárat még aktuális? Persze, minden. Meg Román. Megálltok. Lemaradtak. Ja. Mert. Indultunk. Vétel. Ha visszaértünk a járműhöz, durran csak el azt a silket, ne hagyjuk itt nekik azt az erős fegyverzetet. Adtam.
pillanatra megállok. Indulok. Úton haladunk át, tiszta. Azt lehet, hogy most kellene eldurrantani mindenféleképpen, mert akarod semmisíteni, ha esetleg nem sikerülne a robbantás? Annyira azért nem durran, csak el, ha eldurran, ha nem, akkor majd visszajövünk legközelebb egy másik körülötés alapján, megkeressük és intézzük. Vagy kikikük a tengerész gyalogságot. Na, robbantam akkor. Súlyosan nem is biztos, de a radar azt tuti. Ott a másodlagos, nem? Nem. Ahogy a Schuster mondja, amikor véletlenül a tanulszerűen az asszony vágja pofán, nincs a rossz. Ott a másodlagos. Gyerekek, nem kell. Mondtátok? Szerintem is. Mint a mókus fenn a fán. Ahogy szoktam mondani, így van Green, ez is egy szakma. Ez érteni is kell. Ezt volt. Jajjajjaj. Csak rossz embernek mondod, főnök. Innye. Á, ő sietett, ő siesztette el Atlantiszt is, hagyja. Kérek elnézést.
szájba. Vaszállás, így van. Zöldben. Zöldben. Mindogatunk vissza a fogra. Hát a... De, örök itt ülök mellettem. Ajaj, te fizetsz. Mennyivel hangulatosabb az a kis erdélyös vélem. Ezt ilyen kolibrikről egyébként így van. Melyik pályán kerestük rongal, amikor kocsival kóboroltunk az erdőben? Kóborok. A hangulatos erdélyös vélem jutott eszembe. Igen, mikor beírtad a GPS-be, esetben nem is te írtad, a Bence írta be? Bocs, rohan itt megy jobbra. Bence is, meg én is, az valahol Jemenben vagy hova a faszomban. Az kiírta, kiírta egy érkezési idő, de ott voltunk tőle, mit tudom én mondjuk, fél kilométeren belül. Az kiírta, hogy érkezés 6 nap, mit tudom én 18 nap. Játékszerűen is olyan GPS koordinátát adott meg, hogy Jemenben volt valahol a ja. Pontja. Jemen út 1. Bomba robbant.
csak itt ahol pakoltunk. Ezt a kurva ez a rahat putri bázni. Megjöttek a katonák, tudod. Főnök, Mustafa, kérne egy mission accomplished. Pillanat. Azt csinálom amúgy. Oh yeah.